Egy olyan sorozat külön kiadásáról fogunk beszélgetni, ami 10 évadja során a világ egyik legnépszerűbb sorozatává nőtte ki magát. A Jó barátok sorozatról van szó, aminek a napokban jelent meg a másfél órás külön kiadása Újra együtt címmel. Erről a dokumentumfilmről azt érdemes tudni, hogy 17 év után jöttek össze az eredeti színészek, tehát mind a 6 színész, miután véget ért a sorozat, kevésbé mutatkoztak egy helyen mind a 6-an. Tehát nem volt egy ilyen dolog, és ezt lehetett tudni filmes körökben, hogy nem igazán szeretnének bármilyen dologban benne lenni, legalábbis semmiképpen sem együtt, és mostanra jött el az idő, hogy végül igent mondtak, így 17 év után. És a dokumentumfilm egyébként azzal kezdődik, hogy mi voltunk egyébként a Warner Studio-nak a szettjén, amikor még a Big Bang Theory ment, nem is tudom, hanyadik évad, a vége fele ment már, viszont azokban az egyik stúdióban most újra felépítették az eredeti díszleteket, úgy, ahogy voltak, és ezzel indul a dokumentumfilm, hogy ezeket mindet a szemünk elé varázsolták úgy, ahogy volt, ami egyébként káprázatos. Tehát tényleg fantasztikus élmény, hogyha valaki a sorozat nagy rajongója, akkor azt szerintem imádni fogja ezt a dolgot, és akkor nagyon megható az, hogy, és természetesen nosztalgikus az, hogy láthatjuk a már megöregedett, úgymond, már azért a korral küzdő eredeti szereplőket járkolni. Pontosan, meg szépségklinikás beavatkozásokkal küzdő eredeti szereplőket és színészeket az eredeti helyszínen botorkálni, amit megcsináltak a Warner Brothers-nél. Tehát ez volt egy ilyen fontos eleme egyébként ennek a dokumentumfilmnek, hogy ezt újra a szemünk elé varázsolták, és nem csak bizonyos részletet, hanem minden fő helyszín, tehát a kávézót, a két lakást, természetesen a lépcsőházat, tehát ezt mindet lehetett látni, rossz lakását talán, tehát az ilyen fontosabb állomások azok mind ott voltak. És ami két dolog jut eszembe, arról az egyik a nosztalgia, amit már mondtam, a másik pedig a fan service. Tehát egyértelmű, hogy arra ment rá az egész, tehát híres jeleneteket idéznek egymás között, mesélnek egymásról, hogy mennyire sokat jelentett ez nekik. Nyilván az ilyen legfontosabb jelenetek, a legfontosabb részekből mind előkerülnek. Eljátsszák megint azt a trivia játékot, amikor kérdez felelek szerűen a két csapat, a fiúk és a lányok úgymond versengenek egymással a lakásért. És rengeteg ilyen dolog visszaköszön, tehát aki rajongó, azt szerintem imádni fogja ezt. Plusz emellett az eredeti, van egy ilyen interjú sorozat velük, James Corden vezeti, a Warner Brothers-nak a parkolójánál, ha jól emlékszem, van az a, ami a főcímben is szerepel, az a szökőkút, és annál gyűltek össze megint, és ott ülnek le azon a híres, vagy legalábbis a replika kanapén, és ott beszélgetnek és sztorizgatnak. Hogyha valakit érdekel a kulisszák mögött, hogy mi történhetett, akkor mindenképpen ajánlom mindenkinek. Szép, kicsit szívbe markoló, kicsit facsarja a szívet az, hogy mennyi év telt el már azóta, mennyire jó bőrben van valaki, rossz bőrben van valaki ahhoz képest. Rossz bőrben de hogyha valaki... van valaki. Vagy rossz bőrgatyájában van valaki. De mindenképpen ajánlom, tehát érdemes megnézni. Szerintem nem egy rossz élmény, de rádöbbent mindenképpen arra, hogyha megnézed, hogy mennyire múlik az idő, mennyire nem akarod, hogy ez megtörténjen, tehát van egy ilyen felemás érzés benne mindenképpen. Nekem alapvetően tetszett, tehát hogy mondjam, láttam a Jó barátokat, talán szerintem kétszer is, tetszett, jók a karakterek, nem nőtt annyira a szívemhez, mint mondjuk a How I Met Your Mother, bár a végén az se annyira, vagy mondjuk most a Brooklyn Nine-Nine, nem százas körzet, azt már, hogy ötször végignéztem, nekem az nagyon tetszik. Vagy a Big Bang. A Big Bang az engem megint csak nem annyira hoz lázba. Az első pár évadot láttam, de én nekem aztán úgy nem tudom, én azt teljesen így parkolópályára állítottam. Mm-hmm. De alapvetően tetszett, voltak benne tényleg ilyen nagyon érzelmes, emocionális pillanatok. Engem az egy kicsit zavart, hogy voltak olyan mellékszereplők, akik föltűnhettek volna, nem tűntek föl. Persze lehet, hogy nem tudták összehozni, hogy ott ők szerepeljenek, vagy forgattak velük, de ki lett vágva, meg voltak olyan mellékszereplők, akik szerintem úgymond többet érdemeltek volna,
például Günthert alakító csávó is annyi a filmben, Günther, hogy bejelentkezik Zoomon, és akkor szia Günther, sziasztok, mit jelentett neked a jó barátok? Hát nagyon-nagyon jó volt, annyira imádtam, jaj, na köszi, szia Günther. Persze lehet, hogy sokkal hosszabb időt forgattak vele, és több minden beszéltek vele, és ebbe a vágott verzióba csak ezt rakták bele, csak hogy kicsit olyan fura volt, hogy megjön Tom Selleck, Tom Selleck, úristen, leül, és akkor felolvas egy kérdést, és akkor Tom Selleck utána a következő vágásnál már nincs is ott. Csak mondom még egyszer, lehet, hogy sokkal hosszabb, én azt gondolom, hogy sokkal hosszabb ez az anyag, mint ez a másfél óra, és ki kellett vágni dolgokat, csak hogy nekem ebből a szempontból volt hiányérzetem, illetve én újra megnézném a magyar szinkron színészekkel leszinkronizálni. És állítólag készül, Mert szerintem viszont a magyar szinkron az egyszerűen zseniális lett ehhez, annyira eltalálták a hangokat, Kökényesi Ágit, Mirőbeátát, Kiserikát, Galambos Pétert, Holnándort és Sinkovics Vitai Andrást, hogy eszméletlen, úgyhogy én már csak velük magyar szinkronnal újra nézném, mert annyira passzolnak a hangok hozzájuk, úgyhogy, de ha ez és készül, akkor én nem ritka esetek, egyike, amikor még mindegyik szinkron hang él is. Tehát igen, hál' Istennek, még igen. Úgyhogy hát nekem is tetszett alapvetően, nem tudom, de... meg tényleg én is volt egy-két köncsebb, amit hogy elmozsoltam a végén, mert tényleg megható volt bizonyos helyeken, de aki meg tényleg igazán nagyon nagy fan és rajongó, hát annak meg biztos, hogy szerintem a nem tudom, jó barátkos párnát átölelve telesírta bizonyos helyeken, mert tényleg nagyon emocionális lett, nagyon megható lett. Töpen. Ó, te jó ég, amikor bejött ugye az a karakter is, szóval, hogy jó volt az egész, úgyhogy jó volt. És hadd kérdezzek már egy ilyet, hogy nem lett eljátszva így ilyen retro szinten a Büdös Macska? Nem fogott a gitárt? De volt Büdös Macska, volt büdös macska, persze. Vagyis Smelly Cat, vagy hogy volt? Smelly Cat, igen. Sőt, úgy volt Büdös Macska, hogy bejött a... melyik énekesnő jött be? A Lady Gaga? Meg aztán még néhányan bejöttek, ugye? Nekem valami rémlik, hogy ott ül a Lisa Kudrow, és még mondja is, hogy hát már, hogy régen nem csinálta ezt, és akkor Smelly Cat, oh, Smelly Cat, és ugye ott van a Central Park díszletben, a kanapén, és bejön a nem tudom, nem Lady Gaga lehetett, meg még bejön, mintha még bejött volna más ilyen énekesnő is. Beleénekelték. Aha, de én mondjuk abba belepörgettem őszintén szólva, tehát nem vagyok most teljesen biztos benne, de benne volt a Justin Bieber, jó, mondjuk szerencsére csak annyira, hogy valami ruhát ráadtak, ugye, ami a sorozatban is volt, úgyhogy... Sokkal érdekesebb része az, amikor a producerek, ez a Bright Kaufman Crane, arról beszélnek, hogy hogyan castingolták a különböző színészeket. Nekem is azt tetszett a legjobban. Hogy hogyan igen, akarták összerakni a sorozatot, igen. Hogy hogyan nőtt, úgymond, vagy a cselekmény szállat. Hogy rossz volt meg legelőször, és Rachel a legkésőbb. Pontosan. Hogy őt egyébként rossz karakterét arra a színészre írták. Tehát és hogy udvaroltak neki, hogy vállalja már el. Ugye a David Schwimmer. Igen, a másik oldalak pedig kevésbé. Tehát az, hogy igen, ezek a cameók, meg akármi, ez ilyen nagyon olcsónak tűnt ahhoz képest. Tehát úgy nekem annyira nem, és ahelyett lehetett volna szerintem sokkal érdekesebb dolgot. Ez olyan, mintha berakják a különböző generációk miatt, tehát hogy akkor ez is, meg az is, meg ilyen népszerűbb színészek, zenészek legyenek benne, híresebb szereplők, de ez ilyen kicsit randomnak tűnt. Tehát Reese Witherspoonon kívül, aki egyébként cameózott egy epizódban, ahol Rachel húgát játsza, őt megértem, hogy ő beszél arról, hogy mit jelent az, viszont sok olyan volt, aminél nem érzem. Igen, tehát őt indokolt volt berakni, de David Beckhamet nem. Vagy Bruce Willis-t lett volna még úgymond értelme berakni, aztán lehet, hogy őt megkeresték, csak Bruce Willis nem vállalta, mert ki tudja, lehet, hogy ki tudja, hogy valószínű. Mert amúgy is éveket dolgoztak, hogy ez így összejöjjön ilyen formában. Csak hogy nekem is az a David Beckham, meg ez a japán-koreai, nem tudom, távol-keleti fiúbanda is azért úgy kicsit sántított. Itt néhány ilyen meginterjú volt. Hát ugye ez amikor ment, ez a mi gyerekkorunkban volt, hát mi voltunk ilyen, nem tudom, 6 évesek, amikor ez elindult ez a sorozat, és szerintem mikor jöhetett be, hát én úgy emlékszem, hogy a TV2 ment, tehát a 90-es évek második fele, vége felé kezdték ezt, szerintem aztán lehet, hogy rosszul emlékszem adni, tehát amikor ilyen 10 évesek voltunk, szerintem akkor, és 10 évestől, amíg ugye 14-5 évesek nem lettünk, ugye 2004-ben lett ugye vége, akkor ugye ment ez a tévébe. Hát emlékszem, én is azért néztem, tehát néztem, meg követtem, meg azóta egyszer letöltöttem és végignéztem még évekkel ezelőtt.
De igen, igen, igen. Meg a másik, neked Zoli nem volt olyan érzésed, hogy ja, és most a közönség akarnak valamit kérdezni a jó barátoktól? Hát szerintem előre le volt zsírozva, hogy ki mit fog kérdezni szerintem. Tehát ez a James Corden nem az, hogy na, ki jelentkezik, hanem na, és akkor akarnak kérdezni? Na, ő akkor mit akar kérdezni? Tehát, hogy nekem ez is kicsit... De nyilván ez ilyen úramű pontosságra ki volt szerintem találva. És hogy jaj, ott az az idős házaspár, jaj, hát ők a Mónika és a rossz szüleit alakító színészek, ó, hát akkor őket is megkérdezzük, szóval. Igen, de mindegyiknél annyi volt a lényeg, és gyakorlatilag egy ilyen dokumentumfilmben, hogy ha ennyi szereplőről van szó, és ennyi mindent próbálnak beleépíteni, akkor arról van szó, hogy igazából, mint ahogy Tom Selleck-nél is csak beköszönnek, hogy ja, ők most itt vannak, és ennyi a lényege. Tehát annyi, hogy nosztalgia, emlékeztet valamire, és aztán el is köszön gyorsan. Tehát nincsen egy ilyen mélyebb tartalom benne, hanem annyi, hogy ők is itt vannak. És ezt szerintem lehetett volna mélyíteni kicsit jobban a rajongókhoz közelebb hozni azzal, hogy elcserélik ezeket, hogy mélyebben belemennek, egy kicsit érdekesebbé teszik ezeket a részeket, ahelyett, hogy most éppen, hogy akármilyen híresebb színész, az most éppen mit gondol róla, meg minden, mert nem érzed azt, hogy az a megfelelő ember rá, hogy egy véleményt mondjon, tehát ilyen, aha, jó. És akkor szerintem az ilyen átlag vélemény az, hogy hát jó, oké, persze, ez egy átlag vélemény, és akkor nem, túl sok mindent nem tesz hozzá azokkal a dolgokkal. Tehát sokkal értékesebb lehetett volna, hogyha egy kicsit tényleg akkor a rajongókhoz, az eredeti rajongókhoz közelebb hozzák, és akkor nahogy is volt, akkor évadokra lebontva, tehát azért rengeteg mindent lehet, de ez egy ilyen egyszeri, hozzuk be, és hát nem is véletlen, HBO Go, HBO Max intézte ezt el, látták a lehetőséget, hatalmas feliratkozószám, tehát mai napig a jó barátok, ez egy olyan sorozat, ami egy hatalmas húzóerő bármelyik streaming szolgáltatásnak. Hát szerintem azt hiszem, hogy a színészek még mindig évente milliókat keresnek ezzel, még mindig, tehát hogy még most 2021-ben is az ilyen TV-jogok meg vetítési jogokkal a színészek is ilyen dollár százezereket, hanem milliókat keresnek éves szinten. Hát meg megy a franchise, hát azt hiszem, hogy folyamatosan. Az utolsó évadban epizódonként a hat főszereplő epizódonként $1 millió kapott. Úgy, mint a Big Bang Theory-nál. Az utolsó részeknél, az utolsó ezt évadban nem. Mindegyik részenként $1 millió kapott. Na mondom, takarodj. Ezért a filmért egyébként 2-3 milliót kértek fejenként. Tehát ahhoz képest, hogy akkor 1 milliót kaptak részenként, 2004-ben, ha jól emlékszem, az utolsó évadnál, most hát ilyen 2-3 millió, de szaros szerintem azonban szóba se álltak volna. Igen. Csak szoros. Hova mész, anya? Megyek egy ilyen találkozóra, de 2 millát kapok érte, majd ja, jövök. Igen. Igen, ez egy munkahelyi találkozóért 2-3 milliót kapni, azért kevesen kapnak szerintem. Hát, igen. Tobi NPC-hez visszamész 2-3 millióért, hogy sebeghess a haverok. Szólnak az osztálytalálkozó, hogy és Tomi, tudsz jönni? Hát 2 millió alatt nem, tehát ne viccelj már. Hát. De forintba, dollárba, kisanyám, dollárba. Azaz, igen. Igen. Őszintén szóval, még ebből erre a dumára így reflektálva, tökre meghoztátok a kedvem a show megnézéséhez, pedig én amúgy nem vagyok benne ebben a világban, de magát ezt a reuniont így látni, ez biztos amúgy egy fantasztikus élmény, tehát hogy ezeket a régi színészeket. Vannak benne tök jó dolgok, tehát tényleg vannak benne tök jó részek, úgyhogy elröpült az a 90 perc, én nem is éreztem olyan soknak. De viszont hát az mennyi, az egy három, nem egész három epizódnyi jó barátok, ami, vagy kb. 3 epizódnyi jó barátok. De viszont nem? Akkor szerintetek... Ja nem, de várj, bocsi, hülyeséget mondok, hát 20 perc volt egy rész, akkor az 1, 2, 3, 4, mondjuk 5 epizódnyi jó barátok hosszú volt az egész. De viszont akkor úgy érzitek, hogy lehetett volna hosszabb is akár? Tehát mondjuk egy... Szerintem biztos, hogy ebből lehetne egy Snyder Cut-ot is csinálni, biztos, hogy sokkal több... Release the, sokkal több nem mindent, tudom, Warner Cut. Igen, biztos, hogy sokkal több mindent vettek föl. Tehát én biztos vagyok benne, hogy Günther nem csak arra két mondatra csatlakozott be Zoom-on, mert nem tudott ott lenni, hogy és mit jelent a jó barátok? Ó, hát annyira jó, meg annyira imádok benne. Na, köszönjük Günther, de biztos, hogy nem ennyi volt vele, csak ugye meg kellett vágni. Aztán feszes lehet, hogy fél év múlva kijön a bővített, mert hogy van benne
még annyi karab. Lehet. Lehet, hogy az nem véletlenül lett visszatartva, hogy, aha, hogy majd akkor. Mert amúgy lenne benne ráció, tehát ez egy annyira egyedi alkalom, és mondták is egyébként a színészek, hogy ez nem fog többször megtartani. Tehát ez ennyi volt. Nem lesz még egy reunion, egy találkozó 17 év múlva megint, vagy 10, vagy 15 év múlva megint. Tehát ez ennyi volt, tehát ezt kell úgymond, ebből kell a lehető legtöbbet kifacsarni, és a stúdiókat ismerve ebből próbálnak majd még facsarni egy kicsit többet, és igazad van Balázs, lehet, hogy van ott egy bővített változat valahol, de erre majd visszatérünk, hogyha bejelentik. Ja. Ugyanakkor meg szerintem a jó lezárás lehet a Lisa Kudrow, amikor megkérdezték, hogy és hogy visszajönne egy olyan epizódig, ami mondjuk egy film lenne, hogy akkor mi lett velük 10x év múlva, és mondta, hogy nem, hogy ő nem akar visszajönni, mert hogy le lett zárva mindegyik karakternek a sztória, mindenki pozitív, jó véget kapott, és hogy lehet, hogy ebbe belerondítanának, hogyha még jönne egy film. Nem úgy lett vége, hogy így szépen elbúcsúznak a lakásoktól. Igen. És egyébként tök érdekes, nekem ez nagyon tetszett, megkérdezték a színészeket, hogy és szerinted a karaktere 17 év múlva most hol van? És akkor annyira cuki dolgokat mondták, hogy Mónika mondta, ugye a Kárnikák, hogy hát Mónikának és Chandlernek biztos van már gyereke, és hogy a Mónika az SMK-nak a lelkes vezetője is, hogy SMK. Nem tudom én, a szülői munkaközösség, és hogy szóval tök aranyos dolgokat mondtak egyébként, szóval ki megmosolyogtató volt egyébként. Ja, és a legjobb Matt LeBlanc, mert ugye mindegyik ezt mondta, hogy hát, hogy a Chandler, Mónika, igen, ők együtt vannak, Ross és Rachel, ők is együtt vannak, és akkor ugye nyilván a tömeg elkezdett üdrivalgani, meg milyenek, meg hogy a Phoebe, meg ugye a Mark, ugye, az ő... Mike. És azt hiszem, hogy Joey mondta azt, hogy hát a Venice Beach-en van egy, nem tudom, kajáldája, vagy valami ilyesmit mondott Matt LeBlanc, hogy a Joey-nak Venice Beach-en van egy kajáldája. Ugye Zoli, vagy valami hasonlót mondott szerintem, lehet, hogy Santa Monica, vagy yeah. Santa Barbara, vagy hát nem ott tudom, van az is arra. Valami ilyesmit mondott, hogy ott van valami kajáldája, vagy nem tudom, büféje, vagy nem, szóval nagyon cuki volt, de tényleg a Matt LeBlanc, hát nagyon... Mondjuk ez elég Joey is amúgy, tehát ő alapból egy olyan az a karakternek láttam. Igen. És még annyit akartam kérdezni, hogy mert ti ezt biztos jobban tudjátok, de igazából olyan nagy színészi karriert jól értem, hogy igazából a Jennifer Aniston futott be olyan. Szerintem igen. Igazán, hát nézd, a 90-es években még ugye a Courtney Cox volt ugye a sikoly filmekben, de akkor ment mellette a Jó barátok. Uh-huh. Illetve a David Schwimmer szerepelt ugye az Edith alakulatban is, de ott is tényleg? Még ment a Jó barátok. Én Matthew Perry-vel talán egy filmet láttam utána, tehát ő eléggé eltűnt. Én Lisa Kudrow-t sem nagyon tudom, hogy bármiben esetleg lett volna. Hát ugye Joey kapott spin-off sorozatot, azt ugye. Azt tudom viszont. Meg a Matt LeBlanc, ugye a Matt LeBlanc szerintem egy sorozatos körökben azért úgy ott van. Meg hát tényleg Jennifer Aniston futott ebbe a legnagyobb karriert szerintem is a hat közül. Így a Jó barátok után. Miután véget ért. Na, de hát akkor, hogy hallom, elég jól sikerült akkor ez a reunion osztálytalálkozó, úgymondván, úgyhogy akkor megérte végül is ezek szerint megcsinálni, elkészíteni. Én nem bántam meg, hogy megnéztem, tehát hogy így jó volt.